13. alkalommal került megrendezésre tetétlen nagy sikerű országos hírű sporteseménye a Sárét Kupa sakverseny szeptember 28-a és 30-a között. Az eseményre ezúttal is szép számmal érkeztek versenyzők, az ország szinte minden pontjáról, sőt a határon túlról is összesen 60 játékos méret tette meg magát. A háromnapos verseny megnyitójára szeptember 28-án került sor az általános iskola tornatermében, ahol elsőként Gerda Emil, a verseny főszervezője, majd Borbéné Fülöp Hajnalka, polgármesterasszony köszöntötte a versenyzőket. Tegnap reggel még volt bennem egy kis ilyen frusztráltság, hogy mondom, 13. alkalommal megrendezendő Sárét Kupa sakverseny, mondom, hány jelentkező, vagy hány ember jön el, mert amikor elindítottuk, én magamnak azt a fogadalmat tettem, hogy ha 50 embert el tudunk csábítani a kis tetétlenre, akkor én mindig nagyon ömmel fogom megszervezni, és ha lesznek mellettem ilyen támogatók, akik ugye anyagilag is támogatják, akkor én megszervezem. Tegnap reggel még ilyen 42-43 fő jelentkezett, úgyhogy már le is járt a nevezés, és tegnap 21-en jelentkeztetek még be. Igaz, hogy ma vagy 3 ember visszamondta, de így is 60-an vagyunk, vagy 60 fölött, azt hiszem, ugye. Tehát én köszönöm, és akkor ezzel kezdeném, hogy megnyitást. Köszönöm, hogy ismét eljöttetek tetétlenre. Számomra ez továbbra is megtiszteltetés. És én átadnám, vagy bemutatnám, aki még nem ismeri tetétlenközség polgármester asszonyát, Borbéné Fülöp Hajnalkát, a képviselőtestület tagjai, az intézmény vezetői, akik nélkül, azt mondom, eddig sem, és valószínűleg ezután sem, ez a rendezvény nem jött létre. És tényleg nagyon nagy köszönet részükről, és én megkérném polgármester asszonyt, hogy nyissa meg a versenyünket. Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket településünkön. Ez az utóbbi mondat elmének ez olyan volt, mint a tévéreklámban, hogy ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Nagyon szívesen állunk mellé ennek a rendezvénynek, és nagyon örülünk, hogy 13. alkalommal kerülhet megrendezésre, és hogy ennyien itt vannak. Bízunk benne, hogy jól fogják magukat érezni. Mi megpróbáltunk mindent előkészíteni úgy, hogy ne legyen semmi gond és semmi fönnakadás. Ha van idejük, nézzenek szét a településünkön, akik visszajárók, azok már láthatják, hogy mi változás történt az elmúlt egy évben. Azt gondolom, hogy mindenütt az Önök településén is nyilvánvalóan változik és fejlődik a környezet. De most itt ez a jelenlegi környezetben bízunk benne, hogy jól érzik magukat. Én szeretnék Önöknek nagyon jó játékot és jó versenyzést kívánni, és várjuk mindig szívesen vissza Önöket tetétlenre. Ahogy tavaly is mondtam, a 14. alkalommal is majd Sárét Kupa sakverseny alkalmából, és én pedig szeretném megköszönni Emilnek azt a munkát, amivel hozzájárult ahhoz, hogy ez a verseny létrejöhessen, illetve a versenybírónknak pedig szeretném megköszönni azt, hogy ismételten itt van, és lehetővé teszi azt, hogy ez a verseny zavartalanul lebonyolíthatódjon. Mindenkinek nagyon jó játékot és kellemes hétvégét kívánok itt a körünkben, és köszönjük, hogy itt vannak. Borbéné Fülöp Hajnalka az ünnepélyes megnyitó után elmondta, nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen kis település, mint Tetétlen, ilyen országos hírű rendezvényt tud lebonyolítani. 13. alkalommal kerül megrendezésre településünkön a Sárét Kupa sakverseny. Ennek volt most a megnyitója, és az egész hétvégét átlelően fog tartani a verseny, vasárnap délutánig. Nagyon örülünk, hogy ismételten ilyen sokan vannak. Évek óta nemzetközivé nőtte ki magát, ami azt jelenti, hogy külföldről is jönnek versenyzők. Még ugyan a nevezési listát én konkrétan nem tudtam átnézni, mert arra nem volt időm, de tehát ahogy itt a megnyitóban is elhangzott, azért egy olyan 60 fő körüli van a létszám. Népszerű, azt gondolom, hogy egy ilyen kis település szempontjával vagy tekintetében nyilvánvalóan a szervezés és maga a színvonal miatt is, de mindig sok résztvevővel van, aminek nagyon örülünk. Egyrészt pályázati támogatások is részben bevonásra kerültek a megvalósításhoz, tehát a Bethlen Gábor alapítványon keresztül volt egy pályázatunk, illetve két uniós projekten keresztül van az ajándékok és a megszervezése forrásunk részben. A másik részét pedig az önkormányzat biztosítja. A díjak pedig a tetétlen kincsei terméken belül előállított termékekből vannak. Nyilván a díj
Nyakhoz mérten, egyeztettünk Gerdelmi szervezővel, és úgy alakítottuk ki, hogy ez az első helyezés, második helyezés, tehát koordináltuk, hogy hogyan legyen mind helyi termékünk, és ennek örülünk. Településünk ebben az évben is csatlakozott a Szememfénye Alapítvány által kezdeményezett Köszi Kávé elnevezésű programhoz, melyen az alapítvány arra buzdítja a közösségeket, hogy legalább 200 forinttal, azaz egy kávé árával támogassák az első hazai gyermek hospiszház, a Dóri Ház működését. A Köszi Kávé az már most többször került megrendezésre a településünkön. A Szemünkfény Alapítvány szervezésében valósul meg ez az adománygyűjtési akció, amelyel a Dóri Házat segítjük, a Dóri Ház működését, és a településünk tényleg élen jár abban, hogy a rászorulóknak segítsen a lehetőségeihez képest. Így úgy gondoltuk, hogy az idejében is csatlakoznunk kell, és bízunk benne, hogy most is sikeres lesz ez a kezdeményezésünk is. Gerda Emil már a kezdetek óta részt vesz a Sárét kupasakverseny megszervezésében. Elmondta, mint mindig, ezúttal is az ország minden részéről, Békés Csabáról, sőt Pécsről, és a határon túlról, Romániából is érkeztek versenyzők. Hozzátette, a verseny célja ezúttal is a sakjáték népszerűsítése. Minden évben 50 fölötti létszámmal sikerült megrendezni, ebben az évben is 55 játékos az ország különböző pontjaiból, sőt Romániából is vannak játékosok. Ugye, amit ma szinte minden évben elmondtam, hogy ez egy nemzetközi FIDE verseny, amin csak versenyengedéllyel rendelkező játékosok nevezhetnek, és ugye értékszámos, itt értékszámot lehet szerezni is, megveszteni is, hogy ki hogyan szerepel. Azt is elmondhatjuk, hogy szinte lehet, hogy a hagyománynak megfelelően a játékosok kétharmada az visszatérő, de mindig jönnek újabb-újabb játékosok, mint ahogy mondtam, az ország minden tájáról. Például az idén Pécsről is volt játékos, még Pécsről sosem volt itt. Ők az ő érdeklődés fölkeltett, és úgy váltunk el, hogy jön jövőre is, hogyha nem lesz olyan akadálya neki. Népszerű az biztos, bármerre járok én is a versenyen, vagy akár milyen ilyen rendezvény, ahol sok szóba kerül, szinte mindenütt ismerik az országban tetétlené versenynek a hírnevét, meg az itt eltöltött időt, meg az itt elfogyasztott finomságokat. Mindig próbálunk újdonságokat kitalálni, ugye a mostani csak versenynek a díjazása az a tetétleni hagyományokra épül, tetétlenen készült, vagy készített termékek, és a tetétlenen termelt növényekből készített termékeknek az ajándékcsomagot fogunk adni. Ezen kívül, hogy minden évben lesz kupa és érem. Mennyire mondható népszerű sportnak a sok, mondjuk a megyei országos viszonylatban? Hát népszerűnek biztos, hogy népszerű, mert nagyon sokan csinálják, akár amatőr szinten, akár versenyszerűen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy egy készségfejlesztő, hogy a gyerekeknek a logikus gondolkodásra, nevelésre, összpontosításra, koncentráció készséget fejleszti. Tehát azt gondolom, mint ahogy a példa is mondhatja, nagyon sok iskolában már ezt tantárgyként oktatják, hogy a sakkot. Nagyon sok az a kortalan játék. Tehát a legkisebbtől legidősebbek, itt is most pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy 8 éves vagy 9 éves a legfiatalabb, és 80 fölött van a legidősebb játékos. Tehát itt számtalan szerelő fordul, hogy a legfiatalabb nem elveri, hanem sakban legyőzi a tőle korosabb játékost. Ilyen sport nincs még egy a világon, mint a sakk, ugye. Egyetlen egy verseny sem jöhetne létre, hogyha nem talál, vagy nincsenek támogatók, és azt gondolom, hogy már 13. alkalommal teljes messzélessége mellé állt ennek az eseménynek ugye a tetétlen önkormányzata, és mondhatom azt is, hogy a tetétlen lakossága is, mert ugye azzal, amivel azt gondolom, hogy legelőször ide tudtuk úgymond csalogatni az embereket, hogy helyi ízeket kóstolhattak, meg helyi süteményeket ehettek, és ezt a tetétleni lakosok, asszonyok, lányok, hölgyek készítik. Azt gondolom, hogy nagy-nagy örömmel, legalábbis én ezt tapasztalom, és én ezúton is szeretném minden hálámat kifejezni azoknak, akik ebben segítettek, részt vettek, mert nem tudom így visszaadni a képernyőn keresztül azt a sok köszönetet, amit a játékosoktól kapunk, hogy továbbítsam, akik ezt készítették. Tehát egyetlen egy olyan alkalom nem volt még, amikor mondjuk nem fogyott volna el, sőt, azt mondom, hogy ahogy megérkezik, mint a méhek, úgy rajzolnak a versenyzők a finomabbnál finomabb süteményekre. Tehát szeretném megköszönni az önkormányzatnak a támogatását,
a tetétlenül okosoknak a támogatása, és mindenki, aki ebbe bármilyen kis tevékenységet vállal. A versenyen voltak évről évre visszatérő és új versenyzők is. Riporterünknek elmondták eddigi tapasztalataikat a versenyről, és hogy miért ajánlják ezt a sportágat másoknak. Édesapám tanított meg sakkozni, 5 éves voltam, és versenyszerűen 13-14 éves korom óta játszom. Fidemester vagyok, Kisújszálláson játszok, NB1-B is csapatunk van. És utánpótlás neveléssel foglalkozok. Mondani, mennyire érdeklődők a fiatalok a sakk iránt? A Kisújszálláson tanítok a Kossuth Baptista iskolában és az Arany János Református iskolában is. A két helyen olyan 30 gyerek van összesen. Tehát érdeklődnek. Van érdeklődés. Már lassan 30 éves sakkozok, versenyzek, úgyhogy már bejártam egy-két helyet, országot. Eredmények? Hát nyertem Békés Csabán Ancsin emlékversenyt, akkor Veszprémben nyertem versenyt. Most legutóbb Kalocsán nyertem egy versenyt. Tehát országban minden fele jártam már. Azért ajánlom ezt a sakkot, mert a logikát nagyban fejleszti. Kitartásra nevel, kudarc tűrésre. Tehát ezek a főbb szempontok. Mondjuk már el, hogy mióta sakkozol, és ki ismerteted meg ezzel a sportággal? 2,5 éve, és Albert bácsi. Ez, ami megfogott a sakkozásba? Hát azért, mert tetszik. Milyen versenyeken szoktál indulni? Írósa, meg Rapidon. És ott milyen elményeket szoktál elérni? Első hely, második hely, harmadik hely. 5-6 kupa. Éremből meg azt hiszem 15. 13-14 éves koromban kezdtem el sakkozni. Osztálytársak mutatták meg, hogy kell játszani, de én úgy 23 éves korom, én nem sokat sakkoztam. Akkoriban tudnék háború volt, meg életemre jártam, mert minden más csináltam, és hát nyilván sokkal jobb eredményeim voltak mindig a matematika versenyeken, mint a sakkversenyeken. Sakkversenyeken komolyan egyszer jutottam be az országos döntőbe, a vidékbajnokságon az volt a legjobb eredményem, de én inkább a szervezéssel foglalkoztam, elsősorban ifjúsági verseny szervezésével. A nagyon-nagyon sok országos ifjúsági csapatversenyt, egyéni versenyt rendeztem. Ez egy nagyon nagy dolog ugye azért, hogy nyilván az ifjúságot is megismertessük a sportággal, ugye? Én természetesen ők számítanak, nem az öregek nyilvánvalóan. Most is elsősorban azért vagyok itt is, hogy tanítványom itt játszik. Nem érdekel különösen, minden figyelem és felkészülése ez nekem sokat jelent. Mondhatjuk, hogy sokadik éve részt vesz ezen a versenyen. Mi a vélemény erről a versenyről itt se tetétlenül, se itt kupasak versenyre? Hát ez a verseny nagyon kellemes hangulatú verseny, az emberek azért szeretnek idejönni, mert jól érzik magukat. Mert az eredmény nem annyira fontos, de nekik, gondolom, azok vannak itt, akik szeretnek sakkozni, és a sakk kedvéért vannak itt, és nem azért, hogy valamilyen nagy bajnokságot vagy mit nyerjenek. Miért ajánlana a sakkozást másoknak? Hát a fiataloknak azért, hogy érdemes, sok helyen felhasználhatják sakktudásukat, az idősebbnek pedig nagyon kellemes időtöltés.
Miután az utolsó meccsek is befejeződtek, következhetett az ünnepélyes eredményhirdetés. Így a harmadik nap végén megint csak szeretettel köszöntök mindenkit, látva az alkotott keretet, kiben nagyobb különben, kiben kevésbé, de remélem mindjárt gazdagodtunk élményekkel, tudással, ezt mindenki maga dönti el, és megint egy három napos versenynek a végén érkezik, hogy szeretnénk próbálkoztatok rákozni az alkotott, hogy zárjuk a rendezvény, tehát egy pár gondolatot elmondottam, hogy megnézzük a díjátokat. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntöm Önöket képviselőtársaim nevében is, volt. Remélem, ahogy említettem, mondta, hogy nagyon tartalmas és eredményes, és emlékekkel dús hétvégén annak volt. Én biztos vagyok benne, hogy voltak itt a hétvégén azért egy kicsit izgalmasabb pillanatok is, vagy feszültebb pillanatok, de biztos, hogy mindenki levonja belőle a tanúságot. Én remélem, hogy jövőre is körülben köszönhetjük Önöket, ahogy tavaly szálltam a következő alkalommal, azaz a 14. sárít versenyen, bár nekünk nem beszéltünk, de megelőlegezzük. És tényleg nagyon sok szeretettel látjuk Önöket a településünkön, és mindenkinek majd hazafelelőtől kívánok jó utat, és a továbbiakban pedig jó egészséget, és köszönjük, hogy mindenkinek köszönöm szépen a sportszerű játékot, amit ezen a versenyen tapasztaltam. Ha meghívnak jövőre, így jövőre jövő. Akkor megkezdenék a díjátadást, én szólítom akkor a díjatottakat, jó? És ugye 4 díjat kap mindenki, a hölgyek és az úr, mindenkinek átadja, amit rám tisztik arra, jó? Bocsánat, hogy kezdjem én a díjátadást? Jó. A legjobb sárréti versenyző magának nem tudja átadni a díjat. Gerda Emillet, egy nagy kapcsolatot szervezünk. Nem tudom, én feljöttem ennyit, hogy ilyen gyenge voltak a sárrétiek. Én még közben, amit itt a díjat megkeresünk, azt szeretnék kérni mindenkit, hogy a díját adok után, itt tényleg nem is szél a tüzelőkkel, de 5 percet kérnék szépen, jó? Van egy megtehetés. 3. Szép számmal, és ugye elmondtam több szülőnek, hogy akikkel beszélgettünk, hogy jó pár olyan kit most kezdő 8-9-10 éves gyerek megfordult már, akik jelen pillanatban már 2200 fölött vannak, vagy válogatott szinten. Jó párat lehet tudnék sorolni, de nem ezzel töltöm az időt, csak itt is, itt felsorolta közül lehet, hogy fogunk még találkozni, remélem fogunk még találkozni, úgyhogy nem tud már terítlen jönni, azért nagyon sikeres lesz. 6. helyezett lett Balogh Eszter. 5. helyezett lett Németh Márk.
Dobogó harmadik fokán áll fel Debreceni Csaba. Második helyzet szintén egy ifjú kitár, Kulis János. És az első helyezett lett Nyírit Antal. Fényképezés a végén csináltuk egy fotót, jó? Haladjunk. És akkor az A csoport a fordulunknál, a külön díjakkal kezdjük. 14 év alatti, legelőször 14 év alatti játékos Kovács László lett. Őt én engedélyemmel elment, majd eljutott, hogy neki mit jelzik. Legeredményesebb női versenyző Kacsándi Lili. Kándor Sándor, de ők együtt voltak, és így is eljöttetjük, de egy tapot azon, hogy megérjük. Legeredményesebb 2000 alatti játékos Palányi Csaba. Remélem, hogy még egyszer.
Gyertek már egy közös képre.